Szeretettel köszöntelek benneteket, engem Palatino Zoltánnak hívnak, és egy néhány szót mondanék arról, hogy hogy kerültem ide, vagy hogy jött ez a lehetőség, hogy beszéljek előttetek. Körülbelül egy évvel ezelőtt jöttünk Horvátországból haza a feleségemmel, éppen gyülekezetkeresőbe voltunk, és valahogy eszembe jutott, hogy van egy ilyen, hogy budapesti autonóm gyülekezet, és akkor rákerestünk a YouTube-on, gondoltam az autópályán meghallgatunk egy igehirdetést, megnézzük, hogy milyen ez. Aztán az lett a vége, hogy Horvátországtól Budapestig egyfolytában igehirdetéseket hallgattunk, és megállapítottuk, hogy ez jó, ez tetszik nekünk. Eljöttünk, megnéztük, tetszett az istentisztelet, és a dicséret az különösen színvonalas volt, és hát egy éve járunk ide, és sokat kaptunk ettől a gyülekezettől, tehát nagyon sok áldást kaptunk, sokat épültünk, fejlődtünk a hitünkben, és közben egyszer Takács Feri jó lelkipásztorként megkérdezte, hogy mégis kik vagyunk, meg hogy kerülünk ide, és akkor beszélgettünk egy kicsit, aztán ebédeltünk egyszer, aztán ebédeltünk még egyszer együtt, aztán beszélgettem a presbiterekkel is, és hát most jött ez a lehetőség, hogy megosszak veletek egy üzenetet, úgyhogy ezt szeretném most megtenni így karácsony és új év között. Ez egy olyan üzenet, ami nekem egy kicsit más fénybe helyezte, vagy más megvilágításba helyezte a karácsony, de mielőtt belevágnék, szeretnék röviden imádkozni, és akkor utána belecsapok a közepébe. Mennyi Atyám, hálát adok neked azért, mert ha te végtelen szeretetedben élhetünk, hálát adok neked azért, mert te jelen vagy az életünkbe, valóságosan a Szentlélek által vezetsz bennünket, megtapasztalhatjuk, hogy te egy élő, szerető, örökkévaló Atya vagy, aki gondoskodsz rólunk, aki nem hagysz cserben bennünket semmilyen helyzetben, akkor se, ha nehezebb időszakok vannak, és akkor is mellettünk vagy, amikor jobb időszakok vannak. Uram, köszönöm, hogy te ígérted meg, hogy tőled tanítottak leszünk mindnyájan, hogy te tanítasz bennünket. Köszönöm neked a lehetőséget, hogy ma szolgálhatok azzal az üzenettel, amit hiszem, hogy te adtál nekem, te bíztál rám, kérlek, hogy áld meg most mindazokat, akik hallgatnak, te szólj az ő szívükhöz, te munkálkodj az ő elméjükben, és dolgozz ki mindazt, ami a te tervednek megfelel. Amen. Az üzenetnek a címe az, hogy amikor úgy érzed, hogy csalódtál Istenben. Ez így első felütésre nem tűnik nagyon pozitív gondolatnak, de azt gondolom, hogy mindannyiunk életében elmondhatjuk, hogy van ilyen. De van olyan, amikor úgy érezzük, hogy csalódtunk Istenbe. Persze lehet hazudni önmagunknak, lehet hazudni másoknak, különböző megvallásokkal el lehet mondani, hogy ez nem így van, meg lehet optimistának lenni. Egyébként az optimizmus, meg a hülyeség között, meg a fanatizmus között hajszálvékony a határvonal. Ugye az optimizmus az hisz Istenbe, hisz a jövőbe, de kapcsolatban van a realitással, a hülyeség, meg a fanatizmus az meg még mindig pozitív, de már elszakadt a valóságtól. Én inkább azt az utat javaslom, hogy legyünk kapcsolatban a valósággal. Tehát van olyan, hogy nem érezzük magunkat nagyon jól, és talán többen vagyunk túl nehéz időszakokon, tehát azt gondolom, hogy segíthet ez az üzenet. Amiről beszélni akarok, az első szakasza az üzenetnek az egy olyan része a Bibliának, ami tulajdonképpen benne sincs, tehát Malakiás prófétával szeretném bevezetni az üzenetemet. Ugye Malakiás volt a Bibliában az utolsó proféta, 430 körül profétált, valószínűleg Nehémiásnak volt a kortársa, és Izrael akkor egy nagyon érdekes helyzetben volt, ugye visszatértek a fogságból, felépítették a templomot, újra Jeruzsálemben lakhattak, volt egy csomó ígéretük arra, hogy majd el fog jönni a Messiás, volt egy csomó ígéretük arra, hogy Isten majd megjelenik a templomba, volt egy csomó ígéretük arra, hogy megáldja az ő népét, de a valóság az volt, hogy
valahol Perzsia eldugott szegletébe volt egy városok, meg volt egy kis országok. A valóság az az volt, hogy Isten ígérete megvolt arra, hogy visszatér az ő népe közé, megvolt a messiás ígérete, elmondták ezeket a dolgokat a proféták, de nem történt semmi, semmilyen dicsőséges dolgot nem láttak, nem tapasztaltak, és kezdtek elcsüggedni. És kezdték feladni a hitet, kezdték feladni a reményt. Ugye amikor Nehémiás másodjára visszatér, és erről beszél majd Malakiás is, ugye idegen nőkkel házasodtak, és nem volt ott a szívük az Isten tiszteletbe, tehát az Isten tiszteletük az tulajdonképpen formasággá vált. És közben ugye Malakiásnál van azért ilyen üzenet, hogy én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyottok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura, de ki tudja majd elviselni eljövetelének a napját, és ki állhatna meg, amikor megjelenik. Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Tehát Malakiás is egyértelműen beszél arról, hogy el fog jönni a messiás, és a messiás előtt tulajdonképpen itt Keresztelő János eljövetelét jósolja meg. De van egy érdekes gondolat mellett, ami szintén beteljesedik, ezt majd látni fogjuk, hogy de kiállhatja, tehát kiállhat meg, amikor eljön. Ki tudja ezt megérteni, ki tudja ezt kiállni, amikor valóban megjelenik majd a messiás. Hogyan fogjuk ezt megérteni? És ugye Malakiás után eltelik körülbelül 400 év, és nem történik semmi. Ezt hívjuk intertestamentális kornak, semmi nem történik, nincs proféta, Isten látszólag nem cselekszik, nem szól a népéhez, nincs üzenet, 400 évig, körülbelül 400 évig csönd van. Hogyan reagál Izrael erre a csöndre? Azt, ha pár szóval akarom jellemezni, akkor azt mondom, hogy csüggedés, kételkedés, saját megoldások keresése és saját válaszok. És mit szül ez Izraelbe? Kialakulnak a nagy pártok. Azok a pártok, akik majd a messiás eljövetelekor ott lesznek a porondon. Ilyenek például a farizeusok, akik a törvényre építenek, akik beleülnek a bírói székbe, akik azt mondják, hogy mi vagyunk a vallási vezetők, és a nép többsége ezt el is hiszi, aki megmondja az embereknek, hogy hogyan kell élni, azt is megmondja, hogy mit és hogyan kell gondolni és értelmezni. Akik ítélkeznek a nép fölött, beleülnek a bírói székbe. Miért akarunk a bírói székbe ülni? Jobb hely, mint a vádlottak padja. Amíg így megfogjuk magunk alatt a széket, és azt látjuk, hogy ez kényelmes, ez a bírói szék, addig biztosan nem a vádlottak padján ülünk. De valójában ki ítél, és ki a bíró? Az is érdekes a farizeusok pártjában, hogy tulajdonképpen Isten élő kijelentésére építenek. Tehát az alap, amire a farizeusok építkeznek, az az Istennek az igéje, ami meg van írva az Ószövetségben. A probléma az nem az velük, hogy nem az Istennek az igéjére építenek, hanem a probléma az az, hogy az igazság birtokosának gondolják magukat. Tehát úgy gondolják, hogy ők birtokolják a teljes igazságot. Ami Istenről, ember és Isten viszonyáról tudható, azt ők tudják. Kívülről ismerték az Ószövetséget. Bárhol, ha egy akkori farizeusnak valahol elkezdted volna az Ószövetséget, ő azonnal tudta volna idézni. Betéve tudták a törvényt. De a zárt gondolkodással azért vannak problémák. Tehát amikor azt gondolod, hogy te tisztában vagy az igazsággal, hogy a teljes igazságnak a tudója vagy, akkor az elméd az becsukódik. Nem leszel nyitott új információkra, és akkor hogyan tud Isten megszólítani? Senki nem birtokolja a teljes igazságot. Ők se birtokolták.
De mivel azt hitték, hogy birtokolják a teljes igazságot, így tulajdonképpen létrehoztak egy halott teológiát. Az Isten múltbeli kijelentéseire építve, ehhez hozzátették a saját elméleteiket, meg elképzeléseiket, és létrejött egy halott teológia, ahol nem az Isten lelkétől jövő friss üzenetek voltak azok, amik meghatározták a gondolkodásukat, hanem a múltban kapott üzenetek és a saját hozzá kapcsolt értelmezéseik. Aztán volt a másik párt, a szadduceusok, ők voltak a haladó gondolkodók. Ugye ők az új szövetségbe találkozunk velük olyan módon, hogy ugye nem hittek abba, hogy van angyal, nem hittek abba, hogy van lélek, nem hittek a feltámadásba. Mindent összerakva tulajdonképpen semmibe nem hittek, amit a Biblia kijelentett. Ami érdekes volt, hogy például a politikai vezetők Jézus idejében szadduceusok voltak, sőt, ugye nagy Heródes is szadduceus volt, sőt, a maga a főpap Annás, Hanánia volt tulajdonképpen a neve, Annásként találkozunk vele az új szövetségben, meg Kajafás, ők is szadduceusok voltak. Tehát ők már nem a Biblia és a hit alapján vezették a népet, hanem politizáltak, koketteltak Rómával, igyekezték a saját hatalmukat biztosítani, a saját vagyonukat biztosítani, a saját elismertségüket biztosítani, miközben rendkívül haladó gondolkodónak tartották magukat. Aztán voltak az zélóták. Ez a politikai messianizmusnak a képviselője, forradalmárok, akik úgy gondolták, hogy a messiás királysága az úgy fog eljönni, hogy fegyverrel letapossuk a rómaiakat, legázoljuk az ellenséget, és létrehozunk egy királyságot, ami erős, és majd annak az élére áll a messiás, ő lesz a király, és minden nép fölött uralkodni fogunk. Sokan ezt várták, amikor a messiás eljövetelére gondoltak. Jó lett volna? Nem tudom. Legyen egy békés, igazságos világ, ahol nyugodtan és szabadon lehet vétkezni, ahol bátran élhetünk Istentől elszakadt életet, és soha nem jut eszünkbe, hogy Istent kéne keresni, mert itt olyan szép és jó minden, hogy minek? Biztos, hogy Isten ezt akarta? Vagy biztos, hogy nem? Aztán voltak még az esszénusok, ugye ez a negyedik megoldás erre a 400 éves hallgatásra. Ők voltak a virdók, az ilyen furcsa, szélsőségesen vallásos emberek, azok kivonultak a sivatagba, és ott külön szektákat hoztak létre. Egyébként volt értéke a dolognak, sokan azt mondják, hogy János is, Keresztelő János is az esszénusok közé tartozott, és egyébként a kumráni tekercsek, amiket ugye a második világháború környékén találtak meg, azt éppen egy ilyen esszénus szektának a barlangjába találták meg, tehát ők azért fontosnak tartották az írásokat, de ők is saját maguk akarták ezt a messiás meg Isten kérdést megoldani, Isten hallgat, akkor majd mi jól összefogunk, kivonulunk a világból, mi majd különbek leszünk, mi majd elhatárolódunk mindentől, ami rossz, és akkor majd eljön a messiás, és akkor természetesen elsősorban hozzánk jön el a messiás. Az a kérdésem, hogy az alatt a 400 év alatt Isten tényleg nem csinált semmit. Tényleg némaság volt. Vagy csak az emberek a saját megoldásaikat keresve, a saját pártjaikat létrehozva, a saját elképzeléseikbe belemerevedve nem látták meg, hogy Isten cselekszik. Ugyanis az ott a 400 év alatt a történelemnek a színpadán egy csomó dolog történt. Nagyon sok dolog történt. Például volt egy második Fülöp nevű király, makedón király, aki megerősítette a hadseregét, és a görög városállamokat az igája alá hajtotta, és létrehozott egy egységes makedón görög államot. És aztán megszületik az ő fia,
Alexandrosz, aki Nagy Sándor néven bevonul a történelembe, és gyakorlatilag az apja által felépített alapokon ledönti a perzsa birodalmat, és az egész civilizált világot az uralma alá vonja. Ez a hellenizmusnak a kezdete. Ezek azok a részek, amikre azt mondtam, hogy nincsenek benne a Bibliában, de mégiscsak megtörténtek és fontosak. Aztán ez a Nagy Sándor eljut egészen Egyiptomig, sőt Indiáig is eljut. Egyiptomba alapít egy várost, amit szerényen önmagáról Alexandriának nevezel, tehát sok mindent tesz. Majd eléggé kicsapongó életet élve megrendül az egészsége, aztán megcsípi egy szúnyog, és meghal állítólag maláriában. És utána a tábornokai felosztják egymás között a birodalmat, ugye Egyiptomban a Ptolemaioszok, Szíriában a Szeleukidák jönnek, és ezek egymással folyamatosan hadakoznak azért, hogy kié legyen a hatalom, hogyan egységesítsék a hatalmat. Amúgy mindig Izraelen mennek keresztül, tehát Izrael ezt az időszakot nagyon nem szerette, mert a két területnek mindig ők voltak az ütközőpontján, tehát elég sokszor vonultak keresztül, vagy a Ptolemaioszok, vagy a Szeleukidák, vagy ez akarta uralni Izraelt, vagy ez akarta uralni, de egy nagyon fontos dolog megtörtént. Az első lépés a történelem színpadán a hellenizmus hatására elterjed a görög nyelv. Az egész civilizált világban mindenki tud görögül ennek az időszaknak a végére. És milyen nyelven is íródik az Új Szövetség? Görögül. Megteremtődik a lehetősége annak, hogy amikor az apostolok elindulnak, és elkezdik hirdetni az evangéliumot, a feltámadt Krisztusról, akkor mindenki érti a szavukat. Aztán még egy dolog történik a hellenizmus után, hogy jön Róma. És Róma azt csinálja, hogy megdönti ezt az egészet, és létrehoz szintén egy világbirodalmat, ami Augustus idejére, Jézus megszületésekor már viszonylagos béke van, tehát addigra már Róma gyakorlatilag az egész civilizált világot az uralma alá vonja, egységes birodalmat teremt, utakat épít, közigazgatást hoz létre, nincsenek határok a birodalmon belül, provinciák vannak, de valós határok nincsenek, és megteremtődik a lehetősége annak, hogy a messiás feltámadása után az apostolok provinciáról provinciára tudjanak menni, és olyan nyelven tudják hirdetni az evangéliumot, amit mindenki ért. Tehát nem történt semmi a történelem színpadán, de történt. Amikor Jézus belép a világba, akkor azt mondja róla a Biblia, hogy amikor elérkezett az idők teljessége. Ez a 400 év kellett ahhoz, hogy elérkezzen az időknek a teljessége, és megteremtődjön az alapja annak, hogy a messiás be tudjon lépni a világba. Miért nem látott ebből semmit az a nép, a világ legvallásosabb népe, akihez Mózesen keresztül valóban szólt az Isten, akinek ott volt a kezébe a Szentírás, aki pontosan tudhatta, hogy fog a messiás eljönni, hiszen meg volt írva. Miért nem értett ebből az egészből semmit? Mert a saját megoldásait kereste. Más dolog keresni az igazságot, és más dolog legyártani, kitalálni az igazságot. Kialakíthatjuk a saját elméleteinket, csatlakozhatunk valamilyen izmushoz, valami olyanhoz, amit mások, okosok megmondtak, hogy ez egy jó dolog, vagy kereshetjük Istent. Van egy ígéret a Bibliában, ez a Jeremiás 29.13-ban található, azt mondja, hogy ha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Ez egy ígéret. És Isten beváltja az ígéreteit, ezt ki lehet próbálni. Nem akarok túl sok történetet mesélni, de
Van egy ember, akit én tisztelek, rádióadásokat tartott Amerikában, Istennel kapcsolatban, egyébként egy keresztény klinikai pszichológusról beszélgetünk, és egyszer valaki betelefonált, hogy akkor most hogy van ez az Isten dolog, mert hogy vannak a muzulmánok, meg vannak a buddhisták, meg a mindenféle vallások, meg vagytok ti keresztények, és akkor most ez most hogy van, akkor most ki az Isten? És akkor megkérdezte tőle, hogy most valamilyen filozófiai vitatkozást szeretnél, mert azt én most nem szeretnék, vagy komolyan érdekel ez az Isten dolog, és mondta az ember, hogy engem komolyan érdekel, és akkor azt mondta neki, hogy oké, akkor van a Jeremiás 29.13-ben ez az ige, hogyha kerestek, majd megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam, próbáld ki, és ha kipróbáltad, akkor holnap telefonáljál vissza. És az ember visszatelefonált másnap, és elmondta, hogy ő ezt így őszintén, és tényleg megtapasztalta Istent. Nem érti, hogy hogyan, most se, de megtapasztalta Isten valóságos jelenlétét. És akkor utána ez a barátom kapott egy üzenetet, rengeteg üzenetet kapott, meg rengeteg e-mailt, nem is értette, hogy ez most miért emelkedett ki a többi közül, annyi volt benne, hogy hallottam a rádióadásodat, én más vallású vagyok, de szeretnék veled beszélni. És ez egy hölgy volt, elutazott, felkereste, beszélgettek, és a hölgy azt mondta, hogy éppen az orvos diagnosztizálta őt, hogy rákos, és ment hazafelé, és hallgatta a rádiót, és pont ezt a rádióadást hallotta, amit az előbb elmondtam, és azt mondta, hogy akkor hazament, és akkor ezt ő kipróbálta, és az belekiáltotta semmibe, és azt mondta teljesen összetörtem, hogyha vagy, akkor szólíts meg, vagy csinálj valamit. És hát kérdezte ez az úriember, hogy mégis akkor mi történt utána, és azt mondta a hölgy, hogy eljött Jézus, tehát, hogy éreztem, hogy ott van. Hogy nem láttam, de ott volt. Tehát megtapasztaltam a jelenlétét, és egy végtelen szeretetet és békét éreztem. De látta ez a kolléga, hogy valami nem stimmel, valahogy békétlenség van a hölgybe, és megkérdezte tőle, hogy és mi ezzel a probléma. És a hölgy ránézett, és azt mondta, hogy én zsidó vagyok. Egész életemben mást tanultam Jézusról. És akkor ebből kiindulva tudtak beszélgetni, de ez egy remek példa arra, hogyha kiáltasz Istenhez, akkor ő megígérte, hogy ő válaszol. És ez nem olyan szokatlan dolog, hogyha Istenhez kiáltunk, akkor Jézus jön el, hiszen ő az élő Isten fia, ő maga és Isten, aki megváltott és szeret bennünket. Aztán még két ígéret van, amit itt mondanék, csak azért, hogy lássátok, hogy milyen alternatívája van, vagy lehetett volna annak, amikor az ember elméleteket gyárt, meg belekavarodik a saját okos, kitalált igazságaiba. János 16-13, amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ez a János 16-13, és a János 14-26 pedig, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Ez a János 14.26. De azt kell megérteni, hogy ez a messiás dolog, ez a kereszténység, ez nem egy holt vallás. Nem egyszerűen a Biblia szövegére épül, nem egyszerűen a Biblia tanítására épül, hanem Jézus Krisztus az Istennel való élő közösségnek a lehetőségét teremtette meg. A Biblia a Szentlélek nélkül semmit nem mond. Én olvastam a Bibliát azelőtt is
picit irodalmi műként, mielőtt megismertem Jézust, semmit nem értettem belőle. Miután megismertem Jézust, a Szentlélek kinyitotta a Bibliát, kijelentette azokat a dolgokat, amik benne vannak, és ez volt képes egy valódi megértést létrehozni sok mindenben. És ne hidd el, hogy már értesz mindent. Emlékszem rá, amikor teológiára jártam, akkor a második év végéig nagyon okosnak gondoltuk magunkat. Onnantól kezd az ember rájönni, hogy rettenetesen keveset tud. És azt hiszem, hogy amióta telik az idő, mióta befejeztem a teológiát, azért ez 2002-ben volt, tehát jó pár év eltelt, azóta még inkább rájöttem, hogy mennyire keveset tudok, és mennyire szükségem van arra, hogy Isten szóljon hozzám, és tanítson engem, és ne a saját erőködésemre, vagy elméleteimre építsek. És akkor így eljutunk Krisztus eljöveteléhez. És abból, amit eddig elmondtam, abból azt hiszem látjátok, hogy sokan az akkori Izraelben megszólíthatatlanná váltak. Nem azért, mert Isten nem akart mindenkit megszólítani. Isten azt akar, hogy minden ember üdvözüljön és örök életre jusson. Nem Istennel volt a probléma, hanem önmagukat tették megszólíthatatlanná a saját megoldásaikhoz és zárt elméleteikhez ragaszkodva. Vagyis egy megdöbbentően érdekes dolog történik. Először is kin keresztül jön el a messiás. Nem az éppen uralkodó király feleségén keresztül, hanem egy szegény kis zsidó lányt szólít meg az angyal, Máriát, nem is érti Mária, hogy miről van szó, elmondja, hogy a Szentlélek árnyékol betéged, és a születendőt is Szentnek fogják hívni, és elmondja neki gyakorlatilag, hogy általa az ő testén keresztül fog maga az Isten megtestesülni, és belépni a világba, belépni az emberi történelembe. Nem is érti. De elképzelem ezt a két kis jegyes párt, van József, az ácsfiú, meg van Mária, szegény kis zsidó lány, eljegyzik egymást, biztos vannak nagy terveik, csak úgy éld bele magad a helyzetükbe, hogy van egy jegyesed, elképzeled, hogy hova mész Nászútra, hol fogtok lakni, hogy lesznek majd a gyerekek, és akkor egyszer csak jön a jegyesed, és közli veled, hogy most éppen babát vár a Szentlélektől. Egy elég meglepő helyzet lehetett. Szerintem József is elég rendesen meglepődött. Tehát az, hogy Isten néha meglepő módon nyúl bele az ember életébe. Néha meglepő módon hoz létre változásokat. És itt viszont Izraellel szemben Józsefnél a nyitottság. Nem tudom, mit éreznék, vagy mit éreztem volna József helyébe. De Isten álomba megszólítja, de eleve nem akarja bántani Máriát, tehát szeretet van a szívében, ez egy érdekes dolog, hogy nem akarja bántani, hanem titokba akarja elbocsájtani. És akkor megszólítja őt Isten álmába, és azt mondja, hogy ne tedd, és neki is elmondja, hogy mi fog történni. Aztán kikhez szól még, kiknek jelenti még ki? Ugye vannak a pásztorok. Ők nem számítottak nagyon Izraelbe, az volt a dolog, hogy legeltessék a bárányokat, ez a futottak még kategória volt. Nekik is megjelenik az angyal, és nekik is elmondja, hogy megszületett a megváltó, ott Betlehembe, egy kis jászolba, ahol senki nem tud róla, még csak nem is szálláson. Akik számítottak, még azt se tudták, hogy egyáltalán gyerek született, ki járt egy jászolba. Aztán még egy érdekes csapat, akit megszólítanak, ugye a bölcsek, a három királyok, ugye nem három, meg nem király, erről volt szó a karácsonyi ige hirdetésbe is, ugye a görögben magoiról van szó, ez a mágus szó jön ebből gyakorlatilag, tehát önkben csillagjósok, mágusok, tehát nagyon messze Istentől, meg nagyon messze Isten népétől, és Isten mégis megszólítja őket.
Miért? Valószínűleg, mert kerestek. Egyetlen egy gazdag uralkodóhoz jut el az üzenet, hogy megszületett a megváltó, az Heródes. Mert ugye a bölcsek hozzá jönnek, és keresik a messiás királyt, aki valahol itt megszületett. Heródesről elég keveset beszél a Biblia. Van egy szörnyű, tehát amikor ugye megtudja, hogy megszületett a messiás király, nem tudom, hogy mennyire hiszi vagy nem hiszi, inkább nem hiszi szerintem, de biztos, ami biztos, azért minden két év alatti gyereket kiírtat. És ez neki egyébként a legkisebb gaztette volt, ha úgy tetszik, mert egyébként a sógorát, az anyósát, a feleségét, a fiait, tehát a családon belül is jó néhány embert kivégzett, amikor az egyik fiának a kivégzésére engedélyt kért a császártól, akkor a Augustus azt mondta, hogy szívesebben lennék a disznója, mint a fia, mert hogy a disznót legalább nem nyírja ki, mert hogy az tisztátalannak tartja. Tehát egészen érdekes irányokba tudtak vezetni ezek az emberi elméletek, de hogy Isten nem tudta őket megszólítani, vagy nem akarta őket megszólítani, az biztos. Tehát ez tisztán látszik, hogy Isten nem azokat szólítja meg, akik úgy gondolják, hogy tudják a válaszokat az élet nagy kérdéseire. Tehát nem jelentette ki magát a politikai hatalommal rendelkezőknek, nem jelentette ki magát a vallási hatalommal rendelkezőknek, hanem kijelentette magát a kicsiknek és azoknak, akik őt keresik. Az élótáknak se jelentette ki magát, nem akart földi királyságot, sőt, olvasunk olyat is róla, hogy amikor királlyá akarták őt tenni, akkor elmenekült. Az előbb mondtam, a földi királyság az nem oldott volna meg semmit. Gyere, 70-80 évben békésen vétkezhessünk, és járhassuk a saját utunkat, és élhessünk, ahogy mi akarunk. Isten nem ezt akarta. Isten azt akarta, hogy visszatudjunk menni, visszatudjunk térni őhoz. Mondom egy érdekes szót az előbb, a vétkezés, ezt is alapvetően félreértjük, mert a társadalom meg a kultúra más jelentéssel ruházta fel, mint ahogy a Biblia beszél erről. A vétkezés az tulajdonképpen az eredeti görög szót, hogyha nézzük, akkor a cél eltévesztését jelenti. Tehát amikor a Biblia vétekről beszél, akkor az azt jelenti, hogy Istennek van egy célja, egy terve az életeddel, és amikor te ezt a tervet nem érted meg, és nem ismered meg, hanem a magad útját járod, akkor gyakorlatilag eltévesztetted a célt. Vétkeztél. Tehát tulajdonképpen ezt érti a Biblia vétkezés szó alatt, vagy vétkezés kifejezés alatt. Jézus egy másik királyságot hoz. Azt mondja Lukás 17:21-be erről a királyságról, hogy nem mondhatják, hogy íme ott van, vagy itt van, mert az Isten országa közöttetek van. A János 18:36-ban, amikor Pilátus megkérdezi Jézustól, hogy akkor te király vagy, akkor azt mondja, hogy az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne jussak a zsidók kezére. De az én országom nem innen való. Jézus egy láthatatlan királyságba hív bennünket, ami most még nem látható, de a történelemnek egy pontján majd láthatóvá fog válni. Ez a királyság, ez egy valóságos királyság. Ami érdekes, hogy ugye brit tudósok megállapították, hogy a halandóság az jelen pillanatban 100% a Földön. Tehát aki megszületett, az egész biztosan meg is fog halni. És mégse akarunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy mi van utána? Hogy mit kezdjünk ezzel a halállal, vagy egyáltalán az élettel mit kezdjünk, miért vagyunk itt, mi a célja annak, hogy itt vagyunk.
A vallás és a hitetlenség egy dologban közös, egyik sem mer bízni Istenben. A hitetlenség az valahogy úgy működik, hogy inkább én mondom ki, hogy nincs Isten, mint hogy higgyek benne, és kiderüljön, hogy nincs. Tehát tulajdonképpen a félelmeimet vetítem előre. A vallás az pedig felépít egy biztonságos rendszert, elméleteknek és vallási gyakorlatoknak a rendszerét, ami olyan biztonságos, de nem akar kimozdulni belőle, nem meri próbára tenni Istent, hanem marad abban a rendszerben, amit felépített. Jézus Krisztus nem egy vallást akar nekünk adni. Jézus Krisztus közösségre hív az Atyával. 2000 évvel, több mint 2000 évvel ezelőtt ő Isten fiaként azért lett emberré, és azért lépett be a világba, hogy megváltson bennünket, hogy elvegye a bűnt, hogy örök életet adjon nekünk. Lehet a saját elméleteinkre építeni, meg lehet keresni az Istent. Arra, hogy kereshessük Istent, e felé ő nyitotta ki a kaput. Ő teremtette meg annak a lehetőségét, hogy rajta keresztül Istennel személyes közösségbe legyünk. Ő ígérte meg, hogyha őt befogadjuk, akkor Isten fiaivá leszünk. Hogy Isten az Atyánk lesz. Ő mutatta meg az Istennek egy olyan oldalát, amit az emberiség addig általánosságban biztos nem ismert. Voltak hithősök az Ószövetségben, akik valahogy furcsa módon megértették ezt, hogy Isten szeret bennünket. Jézus volt az, aki az Istent szerető atyaként mutatta be. Aki nem azzal foglalkozik, hogy mit tettél, hogy mennyire voltál jó vagy rossz, hanem meg akar menteni. Az életed része akar lenni, mint az Atyád. És a te döntésed, hogy elmész mellette, mint ahogy elmentek a farizeusok, elmentek a szadduceusok, elmentek a zélóták, vagy őt választod. És még egy fontos dolog, ugye Isten hallgat. Nem hiszem, hogy Isten hallgat. De amikor nem érzed, hogy szól vagy cselekszik, akkor vajon milyen következtetésekre jutsz, hogy most nem szeret? Hogy nem törődik velem? Izraelben sokan erre a következtetésre jutottak a 400 év alatt. Hogy Isten nem szeret és nem törődik velem. És szkeptikusokká váltak, és létrehozták a saját elméleteiket, meg pártjaikat, meg megoldásaikat. Miközben Isten szerette őket, és a háttérbe munkálkodott. Csak abból a kontextusból, ahol ők voltak, ezt nem lehetett látni. Abból a kontextusból ez nem látszott. Pedig Isten értük is készítette elő a Messiás eljövetelét. A Messiás értük is eljött, őket is megváltotta. Isten őket is szerette. Csak a saját maguk által létrehozott kontextusból ezt ők nem látták. És így 2021 elején, így karácsony után én azért imádkozom, és az a vágyam önmagam felé, és meg mindannyiunk felé, hogy legyünk és maradjunk meg egy olyan kontextusba, ahol észrevesszük azt, hogy Isten cselekszik. Néha azt gondoljuk, hogy mi várunk Istenre. Valójában nagyon sokszor Isten vár ránk. Nagyon sokszor mi nem vagyunk készek arra, hogy tovább lépjünk, vagy hogy további lépések történjenek. Mert ahhoz abban a kontextusban kell lenni, ahol ő vezet és ő működik. Atyám, hálát adok neked ezért, mert nem fogy el a te szereteted,
Hálát adok neked azért, mert minden embert meg akarsz menteni. Nem akarod, hogy bárki is elveszten, és ezt te egyértelműen kijelentetted a te igédbe. Hálát adok neked azért, mert az atyánknak hívhatunk, azért, mert te szeretsz bennünket. Hálát adok neked azért, mert annyira szeretsz minket, hogy a te egyszülött fiadat, a Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba engesztelő áldozatként a mi bűneinkért. Hálát adok neked azért, mert benne örök életet adtál nekünk, szabadulást adtál nekünk, erőt adtál nekünk, megértést adtál nekünk, a Szentlélek közösségét adtad. Atyám, segíts nekünk abban, hogy abban a kontextusban tudjunk mozogni, ahol megtapasztalhatjuk, hogy te vezetsz bennünket, ahol megérthetjük a te igazságaidat, ahol ráhangolódhatunk a te szent lelked munkáira, ahol láthatjuk és érthetjük a te tetteidet. Tudom, atyám, hogy ez nem rajtad múlik, te ezt akarod nekünk adni, te azt akarod, hogy mi értsünk téged, és ezért nem tudunk semmit tenni, ezt te kegyelemből adod egyszerűen azért, mert szeretsz minket. Hagyd nekünk nyitott és elfogadó szívet, add, hogy ne jussunk soha arra a hitre, hogy mi mindent tudunk és mindent értünk. Te segíts, Uram, abban, hogy megmaradjon a nyitottságunk felét, hogy mindig új módon tudjál szólni hozzánk, hogy naponta tudjál új és friss üzeneteket adni. Köszönöm, hogy jöhetünk hozzád azon az úton, amit a te fiad, a Jézus Krisztus nyitott meg előttünk. Minden nap, mindig folyamatosan jöhetünk hozzád. Amen.